A fej-fej melletti uniós népszavazás eredménye nem csak az unióból való kilépést vetíti elő a britek számára. A 4%-nyi különbség jelzi az ország megosztottságát is. Előkerülhet újra a skótok kiválása az Egyesült Királyságból, és az észak-írek is követhetik példájukat. Vélik az általunk megkérdezett britek. Tragikus szakadás. Ezzel a címmel jelent meg a The Economist brit lap. Nem csak az uniós brit szétválásra utal a cím, hanem arra is, hogy a szoros eredmény miatt az országon belül is szakadás várható. Az Egyesült Királyság 4 állama közül ugyanis Anglia és Wales többsége arra szavazott, hogy hagyják el a közösséget, míg az északírek és a skótok az unióban maradás mellett tették le a voksukat. Csak úgy, mint Magyarország, nekünk is elegünk van abból, hogy nagyon sok ember érkezik ide. Az országunk nem tudja eltartani őket. Nagyon sokan jönnek Szíriából, ők nem fizetnek adót. Brüsszel pedig azt mondja, be kell fogadnunk őket. A Budapesten zajló Bridge Európa bajnokság brit résztvevői már 10 napja Magyarországon vannak, ők levélben adták le voksukat a népszavazáson. Ahogy az Egyesült Királyság, ők is megosztottak a kérdésben. Az emberek többsége a bevándorlás miatt szavazott a kilépésre, én más miatt. Szuverenitás, ami azt jelenti, hogy nekünk saját magunknak kell meghozni a törvényeinket. Nem választottuk meg azokat a bürokratákat, akik arról hoznak törvényt Brüsszelben, hogy nekünk mit szabad és mit nem. Ilyen szerint, ha ismét arról szavaznának, hogy Skócia külön váljon-e az Egyesült Királyságtól, akkor a kilépés pártiak lennének többségben. Azt gondolom, hogy Skóciának jobb lett volna, ha az európai közösségek része marad. Az EU támogatást nyújt a skót munkásoknak. A skót emberek többsége mást akart, mint az angol kormány. Az EU a munkahelyek megőrzése a környezetvédelem területén is sokat tett. Változtak a dolgok. Most, hogy az angol szavazók által kilépünk az európai közösségekből, azt hiszem más eredményt hozna a skót függetlenségről szóló népszavazás. Egy másik játékos szerint is szétszakad az Egyesült Királyság. Úgy gondolom, Skócia ki akar válni Nagy-Britanniából, és lehetséges az is, hogy Észak-Írország is ki akar majd lépni. Ez egy katasztrófa. El sem tudom mondani, hogy mennyire rossz érzés van most bennem. Azt hiszem, elhitték az emberek azt, amit a szélsőjobboldali médiában olvastak. Ebből is kiderül, hogy az Egyesült Királyság jövőjét illetően nagy a bizonytalanság, az azonban már most is látszik, hogy viharokkal teli időszak következik.